kisiskolások éneke, tambura zenekarok, énekkarok. Idén is színes program várta azokat, akik ellátogattak a Mosonmagyaróvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat adventi ünnepi találkozójára. Azokat szokjuk meghívni mindig, ahol mi is elmegyünk fellépni, de azt elmondhatom már így Győr-Sopron megyébe is, vagy akár Ausztriában, vagy akár Szlovákiában, már majdnem mindenkit meghívtunk. Egyébként a felsőcsatári Rozmarik énekkar még nem volt nálunk, azért őket hívtuk meg, meg a járfalui férfi énekkart. A horvát nagykövetség is fontosnak tartja ezt az ünnepséget, amely segít az identitás megőrzésében. Az anyaországot idén Iván Busic tanácsos képviselte. Nagyon örülök, hogy itt tudok lenni, mert nagyon fontos a horvát közösségben, hogy tudnak ilyen rendezvények itt minden évben csinálni, hogy tudnak megőrizni a nyelveket és kultúrát, és büszke vagyok, hogy mi horvát nagykövetségből tudunk ez támogatni, itt lenni, és szerintem jó szórakozásra lesz mindenkinek, mindenkinek számára. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviseletében Tis Rihád osztályvezető tolmácsolta a területért felelős államtitkár Latorcai Csaba jó kívánságait. Az alaptörvény értelmében már nem a kisebbségi, hanem nemzetiségi terminust használják az önkormányzatok esetében, de sok más változás is történt a nemzetiségek jogi helyzetében. 2014-től pedig egy további alkotmányos mulasztást pótolnak be. Az elmúlt 3,5 évben rengeteg dolog történt a magyarországi nemzetiségpolitika terén. Új nemzetiségek jogairól szóló törvény született, illetve minden olyan törvényi szabályozás, amelyik érintett a nemzetiségeket, igyekeztünk biztosítani számukra minél több jogot. Most rendkívül fontos mérföldkőhöz érkeztünk, mert 2014-ben a választásokon először lesz lehetőségük a magyarországi nemzetiségeknek arra, hogy nemzetiségi képviselőt, vagy ennek hiányában nemzetiségi szószólót jutassanak be a Magyarország gyűlésbe. A város nevében Nagy István köszöntötte a horvátokat, megköszönve szorgalmas munkájukat az élet minden területén. Mert ahogy önök élnek, dolgoznak, ahogy ápolják a kultúrájukat, az minden Mosonmagyaróvár számára példamutató, követendő. És engedjék meg, hogy ezen alkalommal én ezt köszönjem meg önöknek. Állítsam önöket, az önök munkáját, mindenki elé példaképül. A 2011-es népszámlálás adatai alapján 186-an vallották magukat horvátnak Mosonmagyaróváron. Énekkaruk rendszeres résztvevője a városi ünnepségeknek.